Nyolcadik alkalommal rendezte meg a szállás.hu az év szállásogálát. A jelenlegi járványügyi helyzet miatt az online térben tartották meg az eseményt, ahol Pataki Zita, televíziós rádiós műsorvezető, valamint a szállás.hu vezérigazgatója, Szigetvári József hirdette ki a győzteseket. 2020-ban a szakmai zsűri véleménye és a szállásadatlapokon elérhető közel 1,5 millió vendégértékelés került számításba a döntések során. Az idei gálán 4 gyulai díjazottal is büszkélkedhetünk. Az év turisztikai attrakciója minőségi díj első helyezettje a gyulai várfürdő lett. Az elismerés mellett egy 300 ezer forint értékű szállás.hu online megjelenési csomaggal is gazdagodott. Az eseményen többek között kiemelték, 1968 óta hivatalosan is gyógyvíz a gyulai várfürdő vize. 1971-ben a létesítmény gyógyfürdő minősítést kapott, környékét pedig 1984-ben gyógyhelyé nyilvánították. Az év turisztikai attrakciót a szállás.hu szakértői ítélik oda. Alapvetően nem helyszíni szemmel alapján, tehát ők nem jönnek ki és helyszínen szemlézik a potenciális turisztikai attrakciókat, hanem a vendég elégedettségek és a vendégértékelések alapján. Tehát leülnek és átolvassák alapvetően az összes vendégértékelés, nem csak a szállás.hu-n tehát értékeléseket természetesen, hanem minden fórumon, tehát a Facebookon, a Google-on, stb. És ez alapján alakítják ki a sorrendet. És egyébként ez hozzátartozik az is, hogy a szállás.hu-nak tradicionálisan jók a kapcsolatai Gyulával, tehát rengeteg szállásadóval tartanak kapcsolatot. Ugye Kelet-Magyarországon az egyik legkiemeltebb turisztikai destináció nyilván Gyula és környéke, és ezért kaptuk meg a díjat. A 70 szoba alatti 4-5 csillagos hotelek szakmai díj második helyezettje az Elizabeth Hotel lett. Arató Henrietta, a hotel ügyvezetője hangsúlyozta, a vendégfogadástól az éttermen át, a kiszolgálásban a vendégek olyan magas színvonalú szolgáltatást kapnak, melynek ez a díj a gyümölcse. Hozzátette, ez a szakmai díj utal arra is, hogy mennyire meghatározó szereplője az adott régió turizmusának az Elizabeth Hotel. Ez a díj azt gondolom, hogy mindenki, minden kollégámé is. Az, hogy szakmai zsűri ítélte meg nekünk, ez külön azt hiszem minősíti a munkánkat, és talán még büszkébb vagyok emiatt. Nagyban szerepet játszik az ugye az értékeléseknél, hogy milyen minőségi szolgáltatásokkal tudjuk fogadni a vendégeket az Elizabeth Hotelben, és erre így nagyon felhívám a figyelmet, és nagyon hangsúlyossá tenném, hogy ez minden területet érint. Mindig hangsúlyozom, hogy egy jól működő szálloda egy nagyon jó csapattól tud úgy működni, ahogy annak működnie kell. A 70 szoba alatti 4-5 csillagos hotelek minőségi díjának harmadik helyezettje a Wellness Hotel Gyula lett. Havas István, a szálloda ügyvezető igazgatója kérdésünkre elmondta, nagy büszkeség számukra a kitüntetés. A Wellness Hotel Gyula 2011-es nyitása óta igyekeznek mindent megtenni a vendégeik kényelméért és gondatlan pihenéséért. A szállás.hu korábbi évszállása versenyein már több díjat sikerült elnyerniük különböző kategóriákban. Az idei helyezés is arról tanúskodik, hogy a szálloda elnyerte vendégei bizalmát, és évről évre színvonalas szolgáltatásokat kínál a vendégek számára. A szállodában idén a 2020-as üzemszünet alatt teljes körűen felújítják a szobákat, mely biztosítja a szálloda versenyképességét az elkövetkezendő évekre. Kiemelte, a minőségdíj elnyeréséhez nagymértékben hozzájárult dolgozói kiváló munkavégzése és vendégszeretete. Az Apartmanok, Panziók, Vendégházak szakmai díj első helyezettje idén a Horváth Ferenc utcában található Erzsébet Apartman Gyula lett. Az Apartman 216 vendégvélemény alapján a maximális 10 pontot ért el a szállás.hu-n.